Azért nem ők nyerték meg a meccset, hanem valamilyen szinten mi vesztettük el a meccset. Szerintem ezt ugorjuk át, inkább van a mai mérkőzés, ezt el kell felejteni. Nem nézett ki jól, az a része nem nézett ki jól, ha a képzést nézzük, hogy a szlovák játékosok technikai tudása az Emre TV-ből több volt, mint a miénk. Ettől függetlenül a magyar csapat küzdött, hajtott, kihozták a maximumot. Ez volt a maximum, ez a szomorú a történetben. Viszont ma van egy új meccs. Én azt gondolom, hogy a mai meccsben az összeállítást, ha megnézem, jó döntések vannak. Mert van a csapatban most váratlan. Kin nem volt, szerintem, most viszont egy Szoboszlai, egy Dzsudzsákkal benne van a csapatban váratlan. Tehát lehet egy meglepetést is okozni, hogy készülsz föl, mint edző, úgy készülsz föl, hogy tudok nyerni. Egy Szoboszlai, Dzsudzsákkal tudsz nyerni. Ha nem jön össze, akkor hogy trakom össze, hogy X legyen? Vagy hogy mentsen meg, mindenre kell legyen egy terved. Én szerintem egy indulásnak az összeállítás az jó. Ja, te mindig arról is híres voltál, hogy azért nagyon össze tudod rakni a csapatot mentálisan is. Ha benne van a váratlan ebben a csapatban, akkor benne van a felszabadultság is, szerinted? Az jön a mérkőzéssel, ott az edzőnek nagyot kell azért alkotni, meg a stábnak is, nem egyedül az edzőnek, hogy a mai meccsbe úgy menjenek benne, hogy el is hiszik meccs előtt, hogy igenis lehet mit tenni. Olyan feladatot kell kérni tőlük, amit meg tudnak csinálni. Ha jól indul a meccs, akkor ez magával jön, tehát ez nehézebb így előle. Tehát a meccs előtt ebbe így bele sündörögni, ez így nehéz. Tehát ebben nem lehet beleokoskodni. Fölkészíted a csapatot, és én mindig azt mondom, hogy 8-10 percben látjuk, hogy most a napi forma megvan, vagy nincs. Rotált a kapitány, vannak friss játékosok, az, aki játszott, annak sok volt, biztos a szlovák meccs a 90 perc, nem egyszerű. Hát igen, csak itt jön a kérdés, hogy 8-10 perc után hogy tudunk belenyúlni, ha mégse jó? Hát azért, hogyha úgy fel tudjuk venni a meccs ritmusát, akkor azért úgy lehet finomítgatni, akkor van nagy baj, hogyha úgy nem működnek a dolgok, hogyha nagyon nem működnek a dolgok, de én azt gondolom, hogy azért ettől talán nem kell félni. Bár én mindig azt mondom, hogy egy ilyen kvalitású csapattal szemben azért sok múlik az ellenfélen, hogy ők mit fognak engedni ma, de hát tegyünk meg mindent, ami a csövön kifér. Hogy lehet ezzel kalkulálni, hogy mit enged az ellenfél? Hát a tendencia az nem jó, mert ugye 1-0-ról fordítottak, biztos, hogy koncentráltan jönnek, biztos, hogy a dupla terhelés az nekik előny, mert ők ezt megszokták. Mi azért nem, mert a mi játékosaink nem játszanak akkor a nívon, szerdaszombatot nem tolják. Most még nem vagyunk a szezon végén, hogy nagy fáradtságról beszéljünk. Ez is előny nekik, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy itt hogy jól kezd a csapat, hogy a jó beleszállunk a meccsbe, az én tapasztalatom ebben a stadionban az van, hogy ennek ereje van. Tehát a közönségnek, a magyar vérnek, a magyar habitusnak ebben ezen a pályán ezt be lehet ugrasztani. Ha be tudjuk ugrasztani, akkor ebből lehet egy jó meccs. Ugyanezt akartam mondani, és a közönségnek is szerintem nagyon nagy szerepe lesz meg ennek a stadionnak. Ugye itt már nagyon szép estéket átéltünk, és ez a szurkolók hozzá tudták segíteni a csapatot, de először ez a játékosokból kell kijöjjön, hogy az a pici remény, ami van mindenkiben, az nagyobbá tudja kinőni magától. Említetted azt, hogy azért azt nem volt jól látni, hogy milyen különbségek vannak a szlovák, illetve a magyar játékosok képzettsége körül akár. De most tehetsz azért, hogy esetleg a magyar labdarúgásban is előkerüljenek olyan játékosok, akik azért jóval képzettek lesznek nem holnapra, hanem mondjuk az elkövetkezendő években. Hogy áll ez a projekt? Ez egy hosszú folyamat. Én úgy gondolom, hogy az őszinte dialóg, meg a támogatottság mind az elnök úr részéről, akár a kormány részéről, tehát hogy a sportot, az élsportot segítik, az itt van. Nagyon sok múlik rajtunk, meg a szereplőkön. Ja, tehát azokon a szereplők, az edzők, igen. Tibi bácsit kérdezétek, a Nyilas Tibi bácsit, ő ennek a moderátora, én ebben nem szeretnék beleszólni, de megteszünk mindent, amit lehet, azt a segítséget megadjuk, viszont ez egy hosszú folyamat, egy közös összefogás, és ez alul dől el. Ez eldől már a 8-tól a 14 éves korig, a 11-12-13 a tanulás aranykor a rabdarúgásban, oda kell ennek a jó szakemberek, a komoly munka, mert akkor tud dolgozni a Rossi kapitány is, meg az összes többi, mert a könyvekben le van írva minden, hogy ilyen játékrendszer, olyan játékrendszer. Tehát, hogyha látjuk a meccset, összehasonlítjuk a szlovákokat, a magyarokhoz, az első labdaérintést, azt a részét, hogy ők kidolgozták a helyzeteket, mi brusztoltunk érte, a szív megvolt, tehát ott már egy kicsit hogy az ember úgy elbizonytalanodik, hogy mit rontottunk el hosszú éven keresztül. Ezt kell újra megcsinálni, mert van közönség, vannak stadionok, ugye most a válogatottról beszélek, töltsük meg akkor olyan tudománnyal, amit meg lehet tanulni. Igazából ma is valami hasonló képre számíthatunk.
nehéz meccsölt egy ilyen csapat ellen, mire számíthatunk, tehát most ez olyan dolog, én most is abba bízok, amit itt a Tamás is mondod, hogy ugrasszuk be az embereket, hogy ezt megtettük már sokszor, és legyen egy szép estünk. Jó, hát akkor ez egy nagyon jó, tökéletes végszó volt erre. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor jó szurkolást kívánunk neked is a mérkőzéshez, mert hogy hamarosan jön, tehát a magyar labdarúgó válogatott első hazai mérkőzése a 2020-as Európa-bajnoki selejtező sorozaton, az ellenfél a VB ezüstérmes Horvátország, a kommentátor pedig Hajdú B. István. Jó szurkolást!